talán az utolsó lehetősége a Diósgyőr és a Puskás Akadémia együtteseinek, hogy a bronzéremért harcba szálljanak igazán a botladozó Mezőköves csapatával. Egymás elleni mérkőzés a 30. fordulóban a DVTK stadionban Miskolcon. A hazaiaknak bőségesen van mit kijavítani, ugyanis egy nagyon csúnya 3-0-ás vereségbe futottak bele Kaposvárott az elmúlt alkalommal. Feckó Tamás rendre elégedetlen volt a csapattal, 7 helyen is módosított, a pihentetetteket egytől egyik visszatette a kezdő 11-be. A Puskás Akadémia egészen más utat jár, egészen különleges, példátlan húzás itt az újrakezdés óta Hornyák Zsolttól, hogy egymás után kétszer is ugyanazzal a 11-el indítja harcba együttesét. Ez volt a kezdőcsapat akkor is, amikor pár napja Debrecenben 2-2-es döntetlen harcolt ki az együttes. Ragyogó indítás Iszlaitól, kis teszi be középre, és ott a vezetőgól. A 3. percben előnyben a Diósgyőr, egy mintaszerű támadás végén. Ivanovszki a gólszerző. Megvan az a tüzes, forró kezdés, amiről a hazai szurkolók és a hazai csapat álmodozott. Egészen pazar támadás ezzel a hosszú indítással, Kismár a védők mögött, és a labda mögül érkezik, tehát szó nem lehet lesről, Ivanovszki esetében sem. Na itt a szöglet, és Iszlai az, aki ballal estében még bele kotor a labdába, itt a lecsorgó után, Brkovics is nagyon szépen csúsztatta tovább középre. Molnár felé egy jó indítás. Szépen teszi vissza. Ivanovszki megint. Ez sem lett volna csúnya. Szlák fér felé. Vági ellenfélhez. Knezevics teszi maga elé. Nem jutott vissza Gyurcsóhoz. Urblik. Urblik. Óriási védés Danilovics, az igen. Most egy kicsit közelebb vitte, és egy 20 méterről nagyon keményen megsuhította ezt a labdát. Tartott a kapu jobb oldala felé, itt látjuk, hogy mekkorát nyújtózott Danilovics, még a kapufa segítsége is kellett neki. Az első 20 percre nem lehet panaszunk. Danilovics most csak elüti. Csocca vicca lőtt labda, gól, egyenlít. A Puskás Akadémia Deutsch lövésével. Még ott a 16-oson belül úgy láttam, hogy egy Puskás játékos át is ugorja a labdát. Iszla is próbál fekve blokkolni, de az sem megy. Nagyon jó kis pontos lövés volt. Innen látjuk majd, hogy mit láthatott belőle, vagy mit nem a kapus. És nincs ott érintés. Átlépte Vanecek. Ezzel csapott be mindenkit. Hassani legurítaná, a lefüleli Szlágfér. Gyurcsó kapja a labdát. 4 Puskás játékos sprintel 4 védővel. Gyurcsó vissza, második hullámra. Knezevics lövés, óriásit véd Danilovics. Itt a remekül visszakínált labda, gyakorlatilag 12 méterről középről lőhet Knezevics ballal, ahogy ő szeret. Szolnoki is kap egy sárgát. Polgár. Knezevics. Les határról indul. Van egy csekk, Gyurcsó viszont egyértelműen nem volt lesen. Gyurcsó helyzetbe beadja, és beleér Danilovics. De ott van a Puskás fordítást jelentő gólja. Van egy csekk közelről. Nagyon hasonló gól, mint amit az első fél időben a Diósgyőr szerzett. Megfordítja a mérkőzést a vendégcsapat. A cseh támadó 9. góljával. Hát ha még ezt is védte volna Danilovics, nem volt messze tőle, az maga lett volna a földön túli bravúr, de nem sikerült védeni. Itt van egy cseh les helyzetben, de nem számít, mert Gyurcsón nincs lesen, és ő kapja a labdát, itt pedig ajtóablak zicser a cseh támadó előtt.
Danilovics belekap, de ez kevés. Polgár. Orosz. Hassani. Kapura lő, nem is volt az rossz. Megint befelé hozta a labdát a szélső, és nem vették talán elég komolyan a Puskás védői, senki nem támadja meg úgy igazán, 25 méterről a jobb fölsőt vette célba. Innen látjuk majd, hogy mennyivel is tévesztett. Ez a bizonyos bronzérem, amiért egy itteni győzelemmel tulajdonképpen még bármelyik csapat teljesen nyílt harcba szállhatna. Molnár kapja vissza a labdát, lendületből érkezik. Ivanovszky még egyel tovább, Kis, megvan a csel, Kis, lepattan és szöglet. Nagy diósgyőri lehetőség, és egy önfeláldozó mentés, Dojcsot dicsérik. A felcsútiak. Az ifjú játékos a csapat egyik legjobbjává növi ki magát. Elől is a góljával, hátul is ezzel a mentéssel nagyon sokat tesz hozzá az eredményhez. Nézzük a diósgyőri szögletet. Tóth másodszorra. Szlágfér elképesztően gyors. Itt a túloldalok, Nezevics tisztán. Danilovics. Nagyon látszott, hogy hova lövi a horvát. Gyurcsó. És megint Danilovics. Egy újabb, látványos nagy nyújtózás. Egy cser befelé, tekerés a bal felső irányába. Orblik. Knezevics megint úgy gyorsíthat, hogy senki nincs előtte, Szlágfér a bal oldalon. Knezevics dőlhet rá, megpattan, és Vanecek még beleér. De mellé. Akrai. Kitolták őt a pályáról, és akkor ez azt jelenti, hogy Szolnoki a kiállítás sorsájára jut a 88. perc elején a második sárga lapjával. Egy egészen ártatlan szituációban, a felező vonalnál, ott kiteszi a bal kezét, Makrai meg abba belefut. Nem is láthatta ezt Szolnoki, ráadásul az a kar szerintem már a pályán kívül is volt, de ténykérdés, hogy kitette. A végeredmény tehát Diósgyőr Puskás 1-2.